Kedves Cserkész Rádió nézők és hallgatók, kameránkkal most bemegyünk a konyhába, a Szent Imre konyhába, ahol a Klapka György Raj, tehát a fiú cserkész csapat nagy cserkészei, 10-15 éves fiúk főznek a lányoknak, a lány cserkész csapat nagy cserkészeinek. Ez egy érdekes program, ez már most már hagyomány, minden évben megrendezik ezt a bankettet, és nagyon sok minden van benne, azon kívül, hogy változatos, kreatív kaját főznek, azon kívül a fiúk megtanulnak ügyesen sürögni, forrni a konyhában, és van egy jó társadalmi nevelő hatása is, hogy fiúk, lányok udvariasan már 10-12 éves kortól tanulják ezeket a szokásokat. Wiberg Alex, a Klapka György Rajnak a főzés programjának a vezetője. Alex, hogyan sikerült a mai este? Jól ment. Volt egy pár hiba, de megoldottuk, szóval nem volt nagy gond. Szépen kijött mind az ennivaló, nagyon finom lett. Elég boldog vagyok vele. Igen. Benéztünk a kamerákkal, nagyon jó a hangulat. Na akkor mondjuk rá a Cserkész Rádió hallgatóinak, hogy mi ez a program, hogy fiúk főznek a lányoknak, és hogy milyen hagyomány ez a fiú cserkész csapatnál? Hát ez nem normális dolog, hogy a fiúk főznek a lányoknak, de persze, hogy táborban a fiúknak kell főzni magunknak. Szóval ez egy program, ami a fiúk tudnak adni valamit a lányoknak, amit nem szoktak, és hogy tudnak gyakorolni, hogy kell viselkedni nagy közönségbe, és figyelni a vezetőkre az a nagy közönségbe. És akkor a főzés alatt van a kés használat, hogy tisztítsuk a helyet, mikor kész vagyunk vele, mosogatás, összmunka, minden. Igen. Szóval egy csomó nevelési program. Igen. Szeretik a fiúk? Igen, nagyon szeretjék. Amikor pár évvel ezelőtt, mikor először csináltam, nem voltam biztos, ha fogják szeretni a programot, de nagyon évezzék minden éven, és nagyon, nagyon szeretjék tanulni, hogy kell valamit, amit tudnak enni, hogy tudnak főzni valamit finomat, mert én egy otthoni szakás vagyok, de nagyon finomakat tudok főzni. Nagyon jó. Nagyon jó. Hát általában úgy szokott lenni, hogy valamit az ember kipróbálj programot, és ha siker, akkor jövőre megint, és így válik ez hagyománnyá. Na akkor mondjuk el gyorsan, mi volt a mai esti menü? A mai esti menü a spagetti szosszal, egy ilyen tűzsült paradicsommal csináltam, fokhagymával, és ott a sarokban is elhoztam a saját bazil növényemet otthonról. Szóval minden friss volt, és akkor volt a rozmarin, fokhagymás kenyér, a magyaros uborka saláta, és egy kis alfalfa sprouts. Mm-hmm. Igen. Nagyon, nagyon kreatív, nagyon komplex, úgyhogy ott, ami idén nem is jutott már idő az utóételre. Igen, nem jutott idő, de semmi gond, szerintem elég ennivaló van, egy kicsit túl sokat csináltunk, de nem baj. No, hát akkor jó étvágyat, és még menjünk be a kamerával, szétnézzünk, hogy milyen bent a hangulat. Köszönjük szépen. Jó, köszönöm szépen. Na hát akkor akasszuk a hóhért, elkaptuk a Bocskai Rádiónak egyik munkatársát, őt is leinterjúzzuk. Tibi, benéztél te máma, te is, hogyan ízlett a bankett, és hogyan ízlett a vacsora? Szervusz Tamás, nagyon finom volt a vacsora, ügyesek voltak a fiúk, és úgy látom, hogy a lányok is nagyon örültek a finom vacsorának. Na most az, hogy a Klapka György Raj főz a munkácsarajnak, ez emlékszel, hogyan indult, mióta indult, hogy volt ennek a tradíciója? Igen, hát olyan ősvezető körül voltam annak idején, és egyszer csak kipróbáltuk, hogy mi lenne, hogyha a fiúk főznének egy fiam vacsorát a lányoknak. Ugye ellestük a cserkész ebédről, hogy milyen finomakat lehet itt főzni a Szent Imre pincéjében, és azóta kipróbáltuk, és úgy vettük észre, hogy mindenkinek tetszik, és egy aranyos és egy hasznos program szerintem az, hogy a fiúk is meg tudnak főzni. Hát örülök, hogy jól sikerültek a mai bankett. Gyere a jövőre is, mi is itt leszünk a Bocskai Rádió kamerájával. Jó munkát! Minden!